A stratégia az volt az én részemről, hogy hazajövök, ugye, és a eufóriából öszök ki, mert ugye Magyarországon ezzel a 7 ponttal, meg az egész közeg, ahogy összefogott a csapat, az MLS, a média, a közönség, a szurkolók, tehát ami ott kialakult ebbe a 2 hónapban, ebből egyszer ki kellett szabadulni, de visszajönni dolgozni. Leültem a Hertha vezetőivel, ugyanúgy átbeszéltem az egész történetet, és ugye a család. Tehát ez volt a legfontosabb, hogy ott ki mit mond, meg hogy áll hozzá a dolgokhoz. Úgyhogy ez abszolút nem volt egyszerű, még a mai napig nem egyszerű, mert még ugyanúgy megvan, hogy azt ígértem, hogy senki sem, meg semmi se sérüljön. Ugye ebből a történetből most kiugrani, mint szövetségi kapitány, nem biztos, hogy szerencsés lett volna, azért nem, mert a játékosok, a stáb, a szurkolók, tehát egy olyan munka indult el, egy olyan folyamat, hogy ha most én ebből kiugrok, ugye, és én azt mondom, hogy igen, megvan a 7 pont, megtettem a dolgomat, akkor lehet, hogy nem teszek ezzel jót, így megvállalom a felelősséget továbbra is a munkáért, ezért a hangulatért, ugye, ami nagyon fontos, hogy játékosok jó felkészülést csináljanak, és tovább tudjunk lépni. Hát amikor ugye a játékosoktól elköszöntem, azok a szemek, meg amikor ugye hazajöttem, és az első megbeszélés után a családdal, amikor beszéltem, akkor most sokan lehet, hogy ezen mosolyogni fognak, de a 8 éves fiam, a Bence, amit mondott, az fogott meg nagyon, az úgy belülről, tehát annyira megfogott, hogy hiszek az ártatlanságnak a gondolkodásába, tehát ő nem, az, nem, nem úgy félt, mint a feleségem, hogy a magyar közeg, mi lesz, ha kikapunk, hogy ahogy viselkedik a magyar közeg. Én úgy érzem, hogy ez most egy jó, pozitív közeg. A közeg is befolyásolta a döntésemet, viszont a nagyobbik fiam is azt mondta, hogy apu, ugye most akkor elég, ugye maradsz itt a Hertánál, és akkor ugye a Bence, a 8 éves fiam azt mondta először, hogy apa, mi az a hülyeség, hogy csak 4 meccs? Azt mondja, hogy ha többiek nem hiszik, azt mondja, akkor ketten megyünk majd az EB-re, a többiek maradnak itthon. Mondtam, Bence, ez nem ilyen egyszerű, majd megbeszéljük holnap, mennyi aludni. És másnap, amikor elvittem az iskolába, ugye mellettem ül, ketten mentünk, és hihetetlen, amit mondott, ugye 8 éves, azt mondja, apa, tegnap aludtam egyet, tegnap, amiről beszélgettünk. Néztem, mondom, mit akar? És akkor azt mondja, fia, apa, neked vissza kell menni ez a csapathoz, mert nélküled nem nyernek. Úgy bennem volt ez a sok kis magyar gyerek, ugye, mert nagyon sok ismerősöm van, és mindenki, ahogy van, hogy a Pali meg a Pali bácsi. Szeretnénk a magyar labdarúgást ugye sok jó edzővel, meg ugye lendülettel egy picit egyenesbe hozni, akkor pont ezekre a pici gyerekekre van szükség, ilyenekre, mint a Bence, az ilyen 8 évesekre. És ha őket ez tudja motiválni, hogy én vagyok az edző, és a csapat így játszik, és ilyen pozitív a közvélemény, a média, még egyszer mondom, mindenki, akkor nekem most nem lehet innen kiugrani. A feleségem az ugye nem egészen boldog, de megígértem neki, hogy továbbra is ugyanúgy hogy teszem a dolgomat itthon, mint máskor, és azért ez hazautazásban ez nem olyan vészes, annyi, hogy az ember azért otthon nagyon sokat bütykölődik programokkal, elemzi a játékosokat, tehát ez a része, hogy sokat beszélgetek magamban, ugye, mint aki egy kicsit megvan hibbanva, akkor mindig megkérdezi, nem akarod nekem elmondani, és mindig mondom, hogy most ezt éppen nem. Tehát elég sokat agyalok mindig, hogy a legjobbat hozzam ki abból, ami van. De szerencsém van, mert jó társakra találtam, mind a csapatban, mind a stábban, tehát működik a történet. Látták a mérkőzéseket, ugyanúgy azért az itteni elemzők is megnézik a meccseket, tehát én nekem azért nagy segítségem van, és nem mondok vele újdonságot, ugye, és ezzel nem kell senkinek megsértődni, azért van 13-15 olyan játékosunk, akit a nemzetközi szinten most jelen pillanatban használni lehet a többieknek, meg lehet a sanszuk, hogy majd a későbbiekben a rutint szereznek, de hol szereznek rutint, ha nem játszanak ilyen nemzetközi meccseket? Ettől az éves 2 mérkőzéstől nem lesznek jobbak, hogyha nem játszanak Euroligába, Champions Ligába, nem játszanak ilyen meccseket, akkor nagyon nehéz lesz csak edzésekkel. És ugye ezt tudják, hogy valamilyen szinten limitáltak vagyunk, és ugye ők se örülnének neki, ha nekem törés jönne a pályafutásomban. De én úgy gondolom, hogy eddig is csak én tudtam veszíteni, ugye, amikor elvállaltam ezt, és most meg szerintem meg nem tudok veszíteni. Azért nem tudok veszíteni, mert a játékosok keményen dolgoznak, hogy van elképzelés, és hogyha becsületesen dolgozunk, akkor senki nem fog engem bántani. Nem lett volna kötelességük engem elengedni, itt van szerződésem, tehát ők az én munkaadóim, tehát én ilyen szempontból külön köszönet a Hertha BSC-nek, meg valamilyen szinten ez az én pályafutásomban is ez egy nagyszerű dolog. Ugye nem most volt ez betervezve, ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy szövetségi kapitány vagyok, ugye szerettem volna, de valamikor kicsit később. Ez most így jött össze, keményen fogunk dolgozni azért, hogy
ez a eufória, meg ez a jó hangulat maradjon is meg, ennek meg egyetlen egy kulcsa van, az a kemény munka. Mondtam neki ugyanezt a helyzetet, hogy Magyarország most már lassan 30 éve, ugye sajnos nem fölfem lefelé megy a tendencia, és most amilyen hangulat van, lehet, hogy az a szerencsésebb, hogyha maradok, hogy ezt gondolják ők át, hogy hogy tudjuk ezt megoldani. Ugye közben az MLS is ugye fölvette a kapcsolatot a Hertával, és valamilyen szinten beleegyeztek, örülnek is neki, meg nem is, tehát ez egy ilyen furcsa dolog, büszkék rá, viszont ők úgy tekintik, hogy a főállásom az most is a Hertha BSC, és nekem ehhez kell igazodni. Úgy gondolom, hogy ezt az MLS-ből is akceptálták, és ugye így született egy közös megegyezés. Jól éreztem magam, büszke vagyok rájuk, jól dolgoztak, megpróbálták mindig megcsinálni azt, amit kértünk maximálisan. Ott se ígértem semmit, mondtam, hogy meg fogom próbálni, ennyit tudok ígérni. Elmondtam a tényeket, most ez, hogy így alakult, ez nekik is úgy lesz, mert nem ígértem semmit. Tehát elmondtam, hogy ez lesz, megpróbálom azt, amit lehet, ami az én határaimat engedi. Ettől függetlenül még most is felnőtt szinten egy tapasztalatlan edző vagyok. Én még most is azt mondom, hogy igenis sokat kell tanulnom. Az más dolog, hogy hatalmas játékos tapasztalatom van, hatalmas nemzetközi tapasztalatom van. Én ezt próbáltam ezeken a mérkőzéseken, az edzőtáborok során ugyanúgy átadni. Itt ami érdekes lesz az én pályafutásomban, ugye, amióta edző vagyok, tehát ha most nagyon őszinte akarok lenni, akkor amióta vezető edző vagyok, eddig kétszer sikerült kikapnom, egyszer az oroszok ellen, meg egyszer a Magdeburg ellen. Tehát hogy fogok ezzel egyenesbe jönni, hogyha jön majd egy vereség, ugye? Az a legnehezebb mindig egy edzőnek, hogy akkor hogy viselkedik, akkor mit csinál. Tehát ilyen szinten erre a tapasztalat, tehát ezt az oldalát én az edzőségnek nagyon mindig sikerben vagyok. Tehát most hétvégén először kikaptam Magdeburgba, ugye a kis csapattam, és a feleség mondta, hogy nem lehetsz mindig bajnok. És akkor mondtam, hogy hát tudod, hogy milyen vagyok, utálok veszíteni. Tehát én mindig nyerni akarok, nehezen visem a vereségeket. Tehát megpróbáljuk úgy összerakni ezt a történetet, hogy ne is legyen vereség. Én nem szeretnék ennyire előre menni, tehát ha így hozná sors, a Jóisten megsegít minket, és kijut a csapat, hogy nem velem megy, mert nekem más dolgom van, vagy nem engednek, én szerintem ez lenne a legkisebb probléma, ha odáig eljutunk. Egyelőre maradjunk abban, hogy van tavasszal két nagyon-nagyon kemény mérkőzés, a görög és a finn, mind a kettő mérkőzés három esélyes. Itt megint ugyanúgy a heti edzőtábor, a stáb, a játékosok, a téli felkészülés, hogy milyen munkát végeznek a klubokba. Itt jön a felelősség a klubedzők részéről. Most, ahogy meglettek dicsérve, mert én fizikálisan topjátékosokat kaptam, föl lettek készítve. Remélem, hogy ugyanígy lesz ugye márciusban is, ami nagyon nehéz ugye egy magyar felkészülésnél, mert ez mindig ilyen hosszú monoton. Tehát abból, hogy sérülésmentesen is jól jönnek a játékosok, nagyon fontos lesz. Úgyhogy én nem mennék ennyire előre, hogy akkor mi lesz. Én úgy gondolom, hogy örüljön az, aki szereti a csapatot, és engem, örüljön ennek a döntésnek, az meg a jövő titka, bárcsak így lenne, de hát ez nagyon messze van.